Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Bartatusek Nébaja vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Bartatusek János vagyok, mi vagyunk a PPA egyik 10-es igazgató házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól nemtől függetlenül. PPH előtti foglalkozásom eredendően vasesztergályos volt, aztán kipróbáltam egy 20 fajta szakmát, míg végül eljutottunk a PPH-ig, és arra adtuk a fejünket, hogy tanulókat szervezünk a PPH-ba, így lett a fő tevékenységünk a PPH csapat szervezés. Gyulán élek a feleségemmel, van egy lányunk, és onnan jöttünk most is. Így van. Magamra nyit, hogy nekem a civil foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, és mint hogy a párom elmondta, hogy már a PPH tanulói csapatszervezéssel foglalkozunk, a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honol Tréd Zrt. És a Nyílt Akadémia, Taroda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van, két fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Vezetésével 4 területen érte a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több 10 000 ember képzésében vett részt. Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósítása az olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jelenlegi világgal, hogy álltok, mennyire vagytok? Elégedettek? Képzeljétek el, ma reggel hallgattam a rádiót, tehát így reggelente szoktuk bekapcsolni a Balázs show, vagy mi a Manónak reggeli show-t szoktuk hallgatni. És volt egy vendég, egy ilyen informatikus, aki mesterséges intelligenciát fejleszt. Ez egy magyar. Tehát az USA-ban is dolgozik, tehát az USA-nak is fejleszti a, mit tudom én, kinek, minek a megbízására mesterséges intelligenciát. És nagyon érdekes volt, mert abból a szempontból, ahogy gondolkodik. Mert
ő azt gondolja, hogy a mesterséges intelligenciát az USA az jó célra fogja használni. Ellátta a Terminátort. Hát az a helyzet, hogy az ilyen tudósok, akik ilyen dolgokat fejlesztenek, az tudti, hogy a nagy része hasonlóképpen gondolkodik, mert különben nem csinálná. Érted? Mert lehet, hogy az etikája egyébként nem engedné, ezért hát vagy elhiteti magával, hogy ő valami jó célt szolgál, vagy elhitetik vele, hogy valami jó célt szolgál. Tehát ez meg is nyilvánult, mert ugye ebben lényeges különbség volt a Balázs gondolkodása, Sebestyén Balázs gondolkodása és ez az illetőnek a gondolkodása között. Mert ugye visszakérdezett, hogy te el tudod képzelni azt, hogy ezt jó célra fogják használni. Tehát, hogy az USA-nak az gyakorlatilag vannak olyan pozitív tervei, hát szerintem megnézed, akkor a legnagyobb elnyomások onnan indultak ki, tehát valami ilyesmikről beszélt. Szóval tehát azt lehet mondani, hogy mondom, vagy elhiszik, vagy elhitetik velük, különben nem csinálnák, érted? Tehát valószínűleg az etikájuk nem engednék. Tehát gondold végig, például akik részt vettek az atom fejlesztésébe annak idején. Gondolom nem azt mondták nekik rögtön, hogy hát ezt az atomot azért kutatjuk, fejlesztitek, most az USA-ról beszélek, nem Hitlerről, mert ugye ott az USA-ban azért szabad akaratukból fejlesztették, bár a német tudósok, akiket áthoztak Németországból, azok nem szabad akaratukból fejlesztették, de a többiek azok szabad akaratukból fejlesztették, és gondolom, hogy nem azt mondták nekik, hogy most tömeggyilkolásra fogjuk kifejleszteni ezt a fegyvert. Hát ugye Nobel sem azért kapta a dinamitra a Nobel-díjat, hogy utána azzal tömegeket gyilkoljanak, hanem nyilván arra, hogy hasznos dolgokat lehessen vele művelni, ha mondjuk útban van egy hegy, akkor le lehessen robbantani, és lehessen oda mondjuk utat építeni, stb. Stb. Vagy egy bányába lehessen használni robbantást, főleg külszíni fejtésnél. Érted, hogy könnyebben elő lehessen hozni azt a bányászandó dolgot. Szóval nyilvánvaló, hogy a tudósok nagy része nem dolgozna abban a kutatásban, hogyha azt mondanák nekik, hogy ezt tömeggyilkolásra fogjuk használni, amit te most kikutatsz, mert én nem hiszem, hogy a tudósok nagy része az pszichopata lenne, vagy még annál is rosszabb, ilyen tömeggyilkos hajlamokkal rendelkező ember. Tehát biztos, hogy vannak ilyenek is köztük, de szerintem körülbelül olyan arányban lehet, mint a lakosságnál is van ilyen arány. Ugye a lakosság 20% az antiszociális, tehát elnyomó, annak a 20%-a igazából ilyen nagyon veszélyesen elnyomó, tehát valószínű, hogy a tudósok, a kutatók között is ugyanez az arány, hiszen ők is a lakosság része, de hát nem azt jelenti, hogy ez a többség. Tehát az elnyomók ugye a minden ötödik ember, és abból minden ötödik, tehát összesen minden 25. ember igazából ilyen veszélyesen elnyomó, akinek ilyen szó szerint akár ilyen tömeggyilkosi hajlama is vannak. Szóval gondolom ugyanez az aránya a tudósoknál is, meg a kutatóknál is, de hát akkor gondold végig, hogy a kutatók, tudósok nagy része az mégis részt vesz
olyan kutatásban, ami az embereknek nem jó, hanem kifejezetten rossz. Tehát szó szerint. Na most, és hát ugye nem két olyan tudósról hallottam, aki amikor rájött, hogy ő mit alkotott, akkor öngyilkos lett. Mert ugye ő nem az arra alkotta, amire utána felhasználták. És ugye elmondja például, elmondta ez a tudós, hogy ez a feltaláló, vagy akármi kutató, azt, hogy hát nyilvánvalóan a katonaság használja ezt a tudást, amit ezt a találmányt, amit ugye fejlesztenek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és elsősorban ugye a katonaság használja, és mint mindent, azt is elmondta. Tehát hogyha a katonaság használja, akkor eleve ott kezdődik, hogy nagyon jó célra. Nem valószínű. És akkor ugye azt is elmondta, hogy azért tudnak az ukránok ilyen hosszasan kitartani, mert ez a fajta technológia, tehát tudás, ezt rendelkezésére bocsájtotta, úgy bocsájtotta Ukrajnának az USA, hogy nyilván emberek dolgoznak azért, hogy ugye ezzel a technológiával ugye elsőbséget élvezzenek az oroszokkal szembe. Tehát gyakorlatilag, hát hogyha ezt végig gondolnák ugyanezt az emberek, hogy itt tudom, fejlesztenek egy mesterséges intelligenciát, amit most arra használnak fel például, hogy a háborút fenntartsák, akkor én biztos, hogy kiszállnék abból a fejlesztésből, érted? Tehát most tudósok, emberek a pénzért gyakorlatilag eladják a lelküket. Tehát nem gondolnak arra az emberek, hogy ebben az életben minden következmény, tehát ami azt jelenti, hogy minden, amit csinálunk, következménnyel fog járni. Ha pozitív dolgokat csinálunk, akkor pozitív következménye lesz. Ha negatív dolgokat csinálunk, akkor negatív következménye lesz. Éppen ma beszélgettem valakivel, akinek egy hozzátartozója. Hát gyakorlatilag olyan beteg, hogy nem sok van neki hátra. De nem idős, de már nem is olyan fiatal. Tehát tudom én, 60 év körüli. És akkor ugye ezt nehezen tolerálja ezt a kérdést, ugye, mert hozzátartozójáról van szó. És ugye, ha erről beszélünk, akkor ugye az ember végig gondolhatja azt, hogy hát meg kell nézni egy ember életét. Nem csak abban a szempontból, hogy mennyire volt jó ember. Nagyon sok jó ember óriási mulasztásokat csinál. Nagyon sok jó ember például mellőzi a közvetlen saját érdekeit. Érted? És ezáltal nyilván, mivel mellőzi a közvetlen saját érdekeit, ezáltal ugye másoknak is problémát okoz azzal, hogy nem tud úgy működni másokkal szemben, mint ahogy működnie kellene. Most gondold végig, mondok példát. Mit tudom én, mondjuk van egy szülő, és a szülőnek van gyereke, és mondjuk valamilyen oknál fogva mondjuk a gyerek nem dolgozik, és ezáltal ugye a szülő eltartja mondjuk azt a gyereket, felnőtt gyerekről van szó, eltartja ezt a gyereket, mit tudom én, mondjuk azt akár, hogy furcsa lesz, amit mondok, hogy akár beteg, érted? Tehát tartósan beteg az a gyerek, akár úgy született, van ilyen ismerősünk, akinek a gyereke úgy született, hogy egész életben gondoskodni kell. Na most gondoljuk végig, ameddig ő arról a gyerekről gondoskodik, akkor addig mennyi időn keresztül tud foglalkozni mások javával? Semennyivel. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az a egy szeméről való gondoskodás
az megakadályozza abban, hogy ő mondjuk másokkal foglalkozzon, mások javát szolgálja, érted? Na most ez akárhogy nézzük, ez akkora ártót tett, mint a húzat, érted? És ezt az emberek nem tudják, és minden ártótettnek következménye van. Miért? Mert ez mulasztás. Ez mulasztás, érted? Tehát ha az ember leköti az energiáját, az idejét egy dologgal, vagy egy emberrel, akkor ez óriási mulasztás. Hát gondold végig, hogyha annak idején, amikor nem volt segélyrendszer, tehát semmilyen segélyrendszer nem volt. Ha egy szülő egész életében a szülő egyik tagja azzal foglalkozott volna, hogy egy emberről gondoskodjon azért, mert az az egy gyerek beteg, akkor hogy tudott volna a család többi tagjáról gondoskodni? És akkor azt csinálta volna, hogy akkor van egy gyerekem, akkor még legfeljebb egy gyereket szülök, érted? Vagy csinálok, és akkor van, lesz kettő. De ugye régen az volt, hogy volt egy családban 6-7-8 vagy akár még több gyerek, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy amiatt az egy miatt gyakorlatilag nem lett volna 2-3-4-5-6-7-8 gyerek annak a házas párnak, érted? Ez nem így működött, ez úgy működött, hogy az illető meghalt fiatalon. Nem tudom, elég világos voltam-e. Mit jelent a fiatal? Hát gyakorlatilag nem élte meg mondjuk a 3 évet, érted? Tehát ezáltal ugye a szülő nem követett el mulasztást, nem kötötte le az egész életét egy gyerekkel, és ez most brutálisan hangzik ebben a világban, de hát egy kicsit vissza kellene emlékezni, hogy évezredeken keresztül, vagy évszázadokon keresztül nem volt olyan, hogy segélyrendszer, nem volt olyan, hogy be lehetett vinni egy gyereket egy otthonba, nem volt olyan, hogy mit tudom én, gondoskodtak, az állam gondoskodott valamilyen szinten, jó, már nem annyira ingyen, mint régen, de akkor is gondoskodik. Hol volt ilyen? Az ilyen gyerekek azok mind meghaltak, érted? Mind. Miért? Azért, hogy a szülő tudja tenni a dolgát. Nem tudom, elég világos vagyok-e. És ez brutálisnak hangzik a mai világban, a mai liberális világban, érted? Hát az emberek azt gondolják, hogy az a dolga, hogy egy ember vagy két ember lekösse az életét. És akkor utána csodálkoznak azon, hogy az életük utolsó szakaszában mit szenvednek össze. És ez nem csak az idősekre vonatkozik. Most gondold végig, mondjuk, ha valaki meghal 25 évesen, és még élni akarna, érted? Mert a 25 éves az biztos, hogy jobban élni akarna, mint mondjuk egy 85 éves. Az tuti, meghal 25 évesen, az tuti, hogy előtte szenved. Érted? Mit jelent a szenvedés? Tehát a szenvedésnek különböző fokozatai vannak. Látod, vannak olyan emberek, akik képesek évekig szenvedni. Ami azt jelenti, hogy nem brutális nagy szenvedésük van, mert azt nem bírnák ki. Tehát ezáltal van egy olyan szenvedés, amit kibír, érted? De most gondold végig, az mekkora szenvedés, mikor valakinek át kell azt élni, hogy mondjuk meg fog halni 25 évesen. Érted? Akár úgy, hogy mondjuk balesetben hal meg. Mert ugyanis mielőtt meghalna, neki lepereg az élete a szeme előtt, érted? És gondold végig, az mekkora szenvedés lesz az a rövid idő, ami alatt meghal. Mert mondjuk képzeljük el, mondjuk mit tudom, megy egy motorral, és közvetlenül neki megy egy fának, érted? Azonnal meghal. Azonnal. De mégis az a rövid idő egy olyan brutális szenvedés, érted? Amit ő megél. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy az emberek
nem fognak szenvedni a tetteikért, akkor óriási tévedésben vannak. Tehát az is tett, mikor az ember nem tesz semmit. Az is tett. Oké? Tehát ha megnézed az emberek életét, mindenütt ott van a szenvedés azoknál, akik meghalnak, még akik gyors halálba halnak meg, azoknak is. Csak mondom, nekik nagyon rövid ideig tart az a szenvedés. Tehát hogyha ezt grafikonon ábrázolnánk, akkor neki ilyen a szenvedés, érted? Rövid intervallummal. A másiknak meg jó hosszan elhúzódik, és mondjuk van egy ilyen szenvedése, érted? Jó hosszan elhúzódó. Tehát az emberek ezt nem tudják, hogy mi az életüknek a következménye, érted? Az életünkben való cselekvésnek a következménye, de nem csak az életünkben való cselekvésnek van következménye, hanem az életünknek is van következménye a következő életre nézve. Tehát ha nem tesszük a dolgunkat, akkor, és ezt kitartjuk a halálunkig, hogy nem tesszük a dolgunkat, akkor utána ne csodálkozzunk majd azon, hogy a következő életünkben ott kezdjük, ahol befejeztük. És ezt az embereknek halvány lila dunsztjuk nincs. És nem is beszélnek erről a dolgokról részletesen, még úgy tudom, semmilyen vallásban gyakorlatilag. Tehát a vallások nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát akár részletesen lehet foglalkozni, tehát te a saját életedben, amit eddig problémaként megéltél, azzal a problémával, és azóta nem oldottad meg a problémát, tehát rendszeresen kapod valamilyen rendszerességgel azt a problémát, tehát magyarul annak a probléma megoldásnak nem vagy szakembere, akkor jó, ha tudod, hogy az előző életedben is foglalkoztál azzal a problémával. Érted? Tehát az előző életedben is ugyanoda jutottál, hogy nem oldottad meg. Nem épp itt lenne az ideje, hogy megoldj egy problémát? Nézzük meg, az ember hol kapott problémákat. Ugye itt vannak ezek az életterületek. Itt mindenütt kaphatunk problémákat. Mindenütt. És ezeken az életterületeken, ha az ember nem oldja meg a problémákat, akkor jönnek újból azok a problémák. Tehát ha megnézed, eleve ott kezdődik a történet, hogy egyes pont, hogy az embereknek ugye önmagukkal való bánásmód. Ha lenne önbizalmuk, önbecsülésük, önértékelésük az embereknek, akkor mindenki ebben a világban szabadon tudna élni. Tehát hogy élne akkor? Szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és elég pénzzel. Mindenki így élne. Érted? Mindenki, akinek lenne elég önbizalma, önértékelése, önbecsülése. Na most ehhez képest például itt a nyugati társadalomban megnézed, hogy hány olyan ember van, aki szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és elég pénzzel él, az elenyésző. Hát ha jobban megnézed, lehet, hogy nincs 1%. Tehát 100-ból nincs egy ember, aki ezt meg tudja csinálni, vagy meg tudta csinálni. Tehát akkor vajon ezzel a területen nem kellene valamit tenni? Tehát ez a normális, hogy a barátod sem oldja meg az életét, akkor te sem oldod meg. A szüleid sem oldották meg az életüket, akkor te sem oldod meg. A nagyszüleid se oldották meg az életüket, akkor te sem oldod meg. Vagy a környezetedben senki nem oldja meg az életét, akkor te sem oldod meg. Ez a természetes? Ugye nem gondolod komolyan?
Ki az, aki tanult valamilyen szakmát életében és gyakorolta is? Oké. És tanulás nélkül gyakorol, tudtad jól csinálni? Tapasztalat nélkül tudtad jól csinálni? Tehát mit lehet? Nem tudom, ki az, aki tud főzni? Én nem teszem föl a kezemet, mert én nem tudok. Nem is akarok, de nem is ez a lényeg. Na, aki tud főzni, kérdezem tőlük, jó? Hogy? Kellett tanulni, hogy tudjál főzni? Persze. Kellett gyakorolni, hogy tudjál főzni? Aha. Ki az, aki tud süteményt sütni? Megint csak nem tettem föl a kezemet. Na, kellett tanulni ebben kapcsolatban? Kellett gyakorolni? Igen. Tehát mit lehet jól csinálni úgy az életben, hogy nem tanulunk, nem tanultuk és nem gyakoroltuk? Egy dolgot nem tudsz mondani az életben, amit ha az ember nem tanul, nem gyakorol, mégis jól tudja csinálni. Egy dolgot sem. És az emberek azt gondolják, hogy az élet az úgy működik, hogy nem kell tanulni. Hát hiszen a szülei se jártak felnőtt képzőiskolákba, érted? Ahol az életre, az ember működésére tanították volna. A barátai közül egy se jár. A rokonai közül egy se jár. Éppen a múltkor elmondtam, hogy nekünk a nejemben van kb. 200 rokonunk összességében, érted? És azok közül mi járunk tanulni, és mintha elvágták volna, érted? Senki más. Senki más. Van, aki azt gondolta, hogy az élete utolsó szakaszában, mikor már elkezdett ilyen beteges lenni, pedig még csak ilyen 60 se volt gyakorlatilag, akkor majd az lesz a jó neki, hogyha a faluban volt református templom, hogy akkor rendszeresen jár a református gyülekezetbe. Hát ezt csinálta még vagy 3-4 évig. Azt utána ugyanúgy földobta a talpát, nem tudom, világos-e. És azzal, hogy mit tudom, eljár az ember egy gyülekezetbe, azt gondolja, hogy mit tudom, mondok egy másik falut. Tehát azt gondolja, hogy majd ott meg lesz változás. Mondok egy másik falut. Ugye egy másik faluban ott meg görög katolikus templom van, és oda járnak ugye a falu béli rokonok. És akkor megkérdeztem, hogy mit szokott nektek tanítani a pap. És akkor úgy néztek rám ezzel kapcsolatban, mintha valami űrből jöttem volna, érted? Hát hogy miért kellene tanítani a papnak bármit? Érted? Hát akkor mit csinál a pap, ha nem tanít semmit? Hát megcsinálja a prédikációt, érted, megvan a mise, amit ugye a misén meg kell csinálni, és kész, ennyi. És mondom, olyan nincs, hogy a misén kívül nincs semmi ilyesmi, érted? Hát lehet, hogy azért nem csinál ilyet, mert úgysem mennének el az emberek, tudod? És inkább nem is csinál. Hát akkor legalább a misén tanítanának. Hát régen, ugye legalább amikor én még első áldozó voltam, és muszáj volt templomba járni, hát még tanított a pap, érted? Így van, még tanított a pap. Példabeszédeket mondott a pap. Most én meglepődtem, a jó múltkorában ritkán megyek, ritkán találnak, tehát hogyha én templomba megyek, azért megyek, hogy megnézzem, hogy milyen jól néz ki a templom, nem azért, hogy ott a misét hallgassak. Jó, tehát előfordul, mint tudom én, temetéskor vagy esküvőkor, hogy ott ülök egy templomba és hallgatom a misét, de egyébként nem. És képzeld, egy ilyen helyzet volt, hogy ott ültem a templomba, és totál meglepődtem, hogy tudod, ki olvasott föl? Ki tanította a felnőtteket? Kisgyerek, érted? Röhely! Tehát, ami azt jelenti, hogy tanítani kell a felnőtteknek, bekevezetni, hogy a gyerekek tanítják a felnőtteket, érted? Régen, amikor én jártam templomba, akkor nem volt olyan, hogy odaállt egy gyerek és felolvasott a Bibliából, érted?
Ilyen nem volt, és ezt most csinálják. Abnormális világban élünk, egy olyan világban, ami folyamatosan elkorcsosul, ha jobban megnézzük. Tehát én, ugye a régebbi világban, amikor én gyerek voltam, azt láttam, hogy minél öregebb volt egy pap, annál bölcsebb volt. Tényleg. És az öregeknél is ezt láttam, az idősebb embereknél, hogy nem mindenki, de sok olyan volt még annak idején, amikor én gyerek voltam, aki idősödött, bölcsebbé vált, érted? És rendszeresen tudott bölcsességeket mondani. Tehát vadidegen, tehát úgy vadidegen, hogy nem PPH-s embernél utoljára körülbelül 11-2 évvel ezelőtt hallottunk egy idős nénit lenn vidéken. Érted? Ő volt az utolsó mostanában. Érted? Aki idős néniként, akkor volt valami 80-valahány éves, még él, azt hiszem már valami 100 körül van, és olyan bölcsességeket mondott az idős néni, hogy csak néztünk a nejemmel, érted? Tehát a lényeg az, hogy ilyen elkorcsosuló világban élünk, ahol nem normális működés van. Éppen beszélgettük a szünet, vagyis a kezdés előtt, nem szünet volt, hanem kezdés előtt beszélgettük, ugye, hogy hát például Indiában milliók éheznek, és a tehenek ott kószálnak az emberek közt, és nem eszik meg, érted? Mert szent állat. És akkor én mondtam, hogy annak idején, kb. 7000 évvel ezelőtt, érted? Itt ragadt egy földön kívüli, tehát egy isteni űrhajó, és de szó szerint itt ragadt, mert elromlott, és azért nincs alkatrészbázis, tudod, úgyhogy, és nem tudtak elmenni innen a földről, 7000 évvel ezelőtt meg főleg nem volt, tudod, nem tudtak elmenni a földről, és hát ha már hallottatok egy olyan nevet, aki ebből a csapatból, valami 7-en voltak, vagy mennyien, ebből a csapatból ugye aki leghosszabb életet élt, az Anyahita nevezetű hölgy volt. És ugye ők azért több generáción keresztül éltek itt a Földön, csak úgy mondanám, tehát nem csak egy generáción keresztül, és hát akkor is nagy éhínségek voltak. És akkor képzeld el, azt mondták, hogy hát ott van az a rengeteg medve, öljétek meg, és egyétek meg. Pedig a medve a szent állat volt, érted? Tehát ezért 7000 évvel tanítani kellett az embereket arra, hogyha éheznek, akkor a szent állataikat öljék meg, mert az nem szent állat, az egy állat, érted? És egyék meg, és akkor nem lesz éhezés. Érted? Most eltelt azóta 7000 év, és erre még nem mindig nem jönnek rá az emberek. És akkor de bazi mód fejlődtünk. Tehát ezt is lehet, hogy le kell jönni egy Istennek, hogy elmondja hogy az indiaiaknak, hogy nem szent állat, az állat, egyétek meg, és nem fogtok éhezni. Vagy ugyanez például a muszlim embereknél a disznó kérdés, tudod. Ugyanez. Ráfogják, hogy tisztátalan. Hát nem azért, de a csirkénél tisztátalan állat nem kell. Tehát az még tisztátalanabb, mint a disznó. Érted? Na most, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a csirkét azt megeszik. Röhely, érted? Röhely. A disznót azt nem eszik meg, mert az tisztátalan állat, de a csirke az nem tisztátalan állat, azt megeszik. Hát ez tuti, hogy ha megnéznék, hogy azon a területen, meg valószínű még Mohamed előtt, tuti, hogy a disznó volt a szent állat. Hód biztos, és utána kitalálták, hogy ne szent állat legyen, lehet, hogy Mohamed találta ki, hanem legyen tisztátalan állat, és azért nem esszük a disznót, mert az tisztátalan állat. De erre csak ezt tudom mondani, ez a tudatlanság ne továbbja. Jó?
És akkor ugye volt olyan időszak is, ahol ugye azért volt éhínség, mert volt az egysoros búza, érted? És gyakorlatilag elvetettek egy búzaszemet, és akkor nagyon kevés búza lett belőle, és akkor ugye lehozták azt a búzát, ami sokszorosát ugye olyan kalász nevel, amiben nagyon sok szem van, és akkor onnantól kezdve ugye elkezdték termeszteni az ilyen búzát, tehát az ilyen búzát, ami sokszoros hasznot hoz, tehát sokszorosan terem az elvetetthez képest. És akkor onnantól kezdve például megszűnt az éhínség, érted, mikor ezt a búzát kezdték el termeszteni. Na most ehhez képest ugye hányan vannak, akik gluténérzékenyek? Csak úgy mondanám. Oké. Okay. Jó? Közben ugye a búza megmentette az emberiséget az éhehalástól. Nem az egészet, nyilván azok, akik éhe akartak halni, azok nem haltak éhen. Jó, tehát egy érdekes világot élünk, ahol az embereknek olyan, mintha nem lenne túl sok sütnivalóik. Itt feltalálnak ilyen dolgokat, hogy mesterséges intelligencia, aminek igazából az égett a világon semmi szüksége nincs, mert gondold végig, eddig nem volt mesterséges intelligencia. Mégis felnőttél a gyerekkorodban, nem? Sőt, hány generáció megelőzött már minket, aki szintén felnőtt, nem? És tök jól el voltak a mesterséges intelligencia nélkül. De most már ugye szükség van a mesterséges intelligenciára. Nem? Ugyanúgy, mint szükség van az atomra, de az atomot többször használtak már rossz célra, mint talán jóra. Bár van ugye atomenergiával működtetett erőművek is, amiket villanyáramot termelnek. Hát ami nem túl szerencsés, főleg egy csernobili katasztrófa esetén nem túl szerencsés, meg utána mit csinálnak a hulladékkal, ugye? Bár állítólag már van valami új technológia, hogy ki tudják használni úgy az atomenergiának az energiáját, hogy gyakorlatilag utána már semmit nem, hogy hívják, tehát maga a hulladék az nem, mi a manót? Nem sugár, na a sugár szó nem jutott eszembe, nem sugároz, így van, nincs, állítólag van ilyen technológia, csak nem hiszem, hogy ezek az atomerőművek már erre a technológiára vannak építve, de biztos vagyok benne, hogy nem erre a technológiára van építve, mert mondjuk ez egy forradalmi technológia lenne, hogy úgy kihasználnak egy sugárzó anyagot, mert az urán az ugye önmagában nem sugároz, hogy nem sugároz, tehát nem tudnál kibányászni, ha sugározna, akkor szkafanderbe kellene bányászni az uránt, tehát nem szkafanderbe bányászták, az urán nem sugároz, csak ha ilyen reakciókon keresztül vezetik ki, mert hát gondold végig, akkor a Föld ből is sugároznak kifele, ha sugároznak, tehát ugye az nem sugároz önmagába. Jó, tehát mondom, ha a technológiákat jó célra használnák, akkor nem lenne ezzel gond. Tehát most ugye mit szolgál a mesterséges intelligencia igazából? Hát attól, hogy könnyebben tudják azt, hogy te mit akarsz vásárolni, nem? És akkor automatikusan megjelenjen az, hogy mit tudom én, megnézel valamit az interneten, akkor következő két percben már földobja azokat a reklámokat, amik azzal foglalkoznak, nem? Hogy amit te éppen keresel. Hát ez már a mesterséges intelligencia része. Csak még nem egy fejlettebb verziója a mesterséges intelligenciának. Jó? Tehát arra a célra szolgál, ugye jelenleg meg a jövőben is valószínűleg mondjuk a mesterséges intelligencia, hogy bizonyos emberek jobban gazdagodjanak. Erről szól. Nem másról. Oké? Okay? Hogy nem az emberek javát szolgálja, az hódbiztos. Ha megnézed, milyen technológia az, ami javította az emberek hangulatát.
Miért fontos a hangulat? Mert minden ebből indul ki. Ha az ember jó hangulatú, egy jó hangulatú ember sokkal etikusabb, mint egy rossz hangulatú. Egy jó hangulatú ember sokkal több energiával rendelkezik, mint egy rossz hangulatú. Egy jó hangulatú ember sokkal több dolgot megtesz az életében, mint egy rossz hangulatú ember. Egy jó hangulatú ember sokkal megbízhatóbb, egy jó hangulatú emberre sokkal jobban lehet számítani, érted? Sokkal több teljesítményre képes. Tehát, na, mondjátok, hogy a technológiában mi az, ami javította az emberek hangulatát. De hát zene volt akkor is, amikor nem volt technológia, mert fogták, azt elkezdtek ütni valami fadarabot, és egy másik fadarabba, azt már volt is zene. Érted? Hát, csak rossz hangulatot csinál. Tehát a zene, most gondold végig a zenét, hogy hallgatják az emberek. A zenét úgy hallgatják, mostanában megnézed, hogy ott van a fülhallgató a fülébe. Ami azt jelenti, hogy közvetlen hangnyomást kap a dobhártya, maradjunk ennyibe. Tehát az sokkal rosszabb, mint hogyha távolról jön a hang. Érted? Sokkal rosszabb, mert közvetlen hangnyomás. Egy, kettő, na, van egy sugárzás közvetítés a zsinóron keresztül, akárhogy nézzük. Érted? Na most, ha kívülről jön a hang, akkor nincs sugárzás. És ha megnézzük a mostani zenét, a legtöbb zenét, ami új zene, nem zenekar játsza, hanem gép csinálja a zenét, érted? Gépzene. Gyakorlatilag egy gép már képes arra, mint hogyha egy zenekar játszana. Tehát mondhatjuk azt, hogy nem is az emberek zenélnek. Tehát a múltkor, nemrég ugyanúgy ebben a műsorban, amit az imént említettem, volt egy másik riport, avval kapcsolatban, hogy kereső funkció, mit tudom én, Google fejlesztette ezt ki, és ugye, mit tudom én, úgy reagál a kérdéseidre maga a gép, hogy nem tud megállapítani, hogy az nem egy nő. Érted? Tehát mit tudom én, mondjuk jegyet akarsz vásárolni, mit tudom én, mondjuk egy koncertre, érted? És nem tudod megállapítani, hogy az nem egy nő. Tehát a hangja is és a válasza is olyan mértékben beprogramozott, hogy gyakorlatilag bármit kérdezhetsz tőle, válaszol. Érted? És gép. És ugye ez be is mutatta, és tényleg ott kérdezkedtek, valami jegyet akartak vásárolni, csak ez volt a példa, és totál perfekt volt a gép. Érted? Tehát ugye erről is volt szó itt a mesterséges intelligenciánál, ugye Balázsék mondták, hogy hát arra jó, hogy kevesebb embernek legyen munkája. De arra jó. Tehát, hogy helyettesítse a munkaerőt, mint például ez a hölgy is, a géphölgy helyettesíti az ügyfelest. Oké? Szóval, bizonyára hallottál már olyanokat is, hogy csörgött a telefon, főleg választások előtt. Nem? És akkor, hogy kire szavazzál, egy automata beszélt. Nem egy hölgy. És akkor ilyenkor mit is csinál? Az ember fogja lerakni a telefon. Nem? Tehát biztos ilyennel is találkoztál. Tehát most gondold végig, még egyszer felteszem a kérdést. Mi az, milyen technológiáról tudsz, ami javította az emberiség emberek hangulatát? Tehát az emberiség emberek hangulatát. Tehát én nem vagyok technológia ellenes, mert én elég jó szinten tudom a technikát használni. Tehát az átlagnál jobb szinten használom a technikát. Minden téren. Na most,
De mondom, végig, gondold végig. Nem tudsz mondani egyetlen egy dolgot, ami javította volna az emberek hangulatát, olyan technológia. Érted? Tehát nincs ilyen. Tehát nincs ilyen. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogyha jobban megnézed, hogy nem javította az emberek hangulatát, akkor nem ebből a célból hozták létre, hanem más van mögötte. Más célból hozták létre. Érted? Hát milyen célból hozták létre? Hát azt minden ilyen dolognál utána lehet gondolni, tehát nem lehet általánosítani, hogy miért. De hogy nem a jó célért hozták, tehát nem azért, hogy az emberek jobban érezzék magukat a bőrükben, az biztos. Most mondok példát, jó? Néztem régebben egy ilyen összehasonlítást, még akkor, mikor egészséggel foglalkoztunk, hogy milyen melegítési forma főzéskor, milyen melegítési forma a legalkalmasabb arra, hogy leginkább megtartsa az ételnek az eredeti, tehát az összetevők eredeti alkotóanyagát, és melyik, amelyik legkevésbé. És ott voltak a különböző főzési módok. Jó? És a legelső a hagyományos kályha. A hagyományos, az tök mindegy. Kályha. A tűz. Rendes tűz. Utána jön utána a gáz. Tehát a gáztűzhely. Utána jön a villany, de abban sem mindegy, hogy milyen. Mert annak ugye már többféle verziója van. Van az a régi hagyományos platnis, tudod? Na, az jön utána. Igen, az a vasmagos, így van. Utána jönnek ezek nem az indukciós, ez a kerámiás. Így van, a kerámiás. Így van. Vagyis hát van még előtt az a fűtőszálas. Így van, a fűtőszálas, ahol ilyen tekercs van. Tehát nem a vasmagos, hanem a fűtőszálas. Akkor utána jön ez a kerámia, akkor utána jön az indukciós, és a legvégén a mikrohullámú sütő, illetve főző. Érted? Az utolsó. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan tág a határ, hogy például a mikro, az kijön mindent. Az mindent úgy, ahogy van, az döglötté teszi az élelmiszert. Tehát gyakorlatilag egy döglött élelmiszert eszel. Jó? De ide tartozik a mikron való melegítés is. Csak hogy tisztában legyünk. Én azóta, mióta ennek utána néztem sok évvel ezelőtt, én azóta soha egyetlen egyszer nem ettem mikrózott kaját. Oké? Lehet, illetve lehet, hogy ettem mikrózott kaját, csak nem tudtam róla. De hogy én többet nem mikróztam életemben, az biztos. Jó, tehát lényeg az, hogy most akkor gondoljuk végig, mikor a hagyományos tűzhely volt a legalkalmasabb arra, hogy megtartsa az élelmiszernek a mienségét, az eredetiségét, akkor ahhoz képest a technikai vívmányok mennyit segítették az embert. Tehát nem elég az, csak mondok példát, tehát nem elég az, hogy az élelmiszerekben sokkal kevesebb a tápanyag, mint valaha. Tehát ahogy telnek, múlnak az évtizedek, egyre kevesebb és kevesebb a tápanyag az élelmiszerben. Tehát nem a főzött élelmiszerről beszélek, hanem az alapanyagok tápanyagtartalmáról beszélek. Egyre kevesebb és kevesebb. Miért? Hát azért, mert régen ugye visszatáplálták a talajt szerves trágyával. Most már nem szerves trágyával táplálják vissza, és a szállíthatóság véget kitalálták azt, hogy lehet érlelni a termékeket ilyen érlelő hűtőházak, tehát ilyen hatalmas épületek, és érlelik tehát leszedik azért félérettem, vagy zölden akár, hogy
szállítható legyen, akár hosszasan. Hát mit tudom én, gondold végig, mit tudom én, fogsz egy zöld szilvát, az meddig marad olyan állapotban, mint ahogy leszedted a fáról, totál zöldön. De fogsz egy érett szilvát, az meddig marad olyan állagú? Egy-két napot. Érted? Egy-két napot. Tehát egy-két napot nem lehet szállítani. Ezáltal ugye leszedik féléretten, vagy éretlenül, és akkor megvan az a technológia, ugye gázokkal, meg fénnyel, meg mit tudom én mikkel, fogják és érlelik hát nem csak a gyümölcsöt már, hát a paradicsomtól kezdve minden, az nem gyümölcs. Jó, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt is tanultam annak idején, hogy a tápanyagok az érés melyik szakaszába kerülnek be a növénybe, és az érés végén. A tápanyagok az érés utolsó szakaszában kerülnek be. És az azt jelenti, hogy ha kihagyják az utolsó szakaszt, akkor milyen tápanyag marad benne? Na most gondold végig, ezt csak azért mondtam, hogy eleve olyan alapanyagok vannak, táplálék alapanyagok, amelyik közel sem azt tartalmazzák, mint régen. Na ehhez képest még bejöttek a korszerű, modern főzési technológiák, tehát a tűzhelyek, a főzési tűzhelyek, és azok is tönkreteszik még a maradék tápanyagot, érted? És akkor esszük gyakorlatilag a semmit. És akkor csodálkozunk, hogy ugye a mai világban az emberek jó része, a fejlett világban, ott ahol van bőség, ahol az emberek tudnak vásárolni bőségesen táplálékot, ott az emberek jó része túlsúlyos. Tehát túlsúlyos. Miért? Ugye mert éhezik a szervezet. És több kajára van szüksége. De miért? Mert miért éhezik? Mert kevesebb tápanyag jut be. És ezzel szemben ugye, hogy a szervezet kívánja a több tápanyagot, de nem jut be a tápanyag, mert hogy jutna be, ezért az illető elkezd többet tenni, és akkor utána csodálkozik, hogy dagad. Érted? Tehát ilyen borzalmas egyszerű, és akkor megnézzük, akkor vajon ez a technológia, hogy a főzést elősegítik, ez mennyire teszi vidámmá az embert. Tehát én csak mondanék példát, hogy csináltak avval kapcsolatban kísérletet, hogy olyan tápanyagot egy csoporttal csinálták ezt a kísérletet, hogy olyan táplálékot adtak az illetőknek, ahogy kivonták belőle a tápanyagokat. Érted? Az illetők jól laktak, de nem volt benne tápanyag. Valami 2 hét után abba kellett hagyni a kísérletet, mert elkezdtek egymást gyilkolászni. Olyan agresszívek lettek, hogy elkezdték egymást gyilkolászni. A kanibalizmus szó szerint így van. Képzeljétek el. Tehát ami azt jelenti, hogy a tápanyag hiányos ember a sokkal, de sokkal idegesebb. Oké? Okay? Tehát az idegrendszerét a tápanyag hiánya károsítja. Ez bebizonyított tény. Csak ezt nem mondják az embereknek. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mondom, nem, mert ugye azért mondtam, hogy most gondold végig, van még ilyen technológia, ott van például a mosógép, automata mosógép. Oké? Okay? Régen kézzel mostak, majd jött a nem automata mosógép, tudod, a sima mosógép, keverőtárcsás, így van, majd utána jöttek az automata mosógépek. És ugye ráadásul ugye automata mosógépek után jött a következő nemzedék, az energiatakarékos automata mosógépek. Érted? És annak idején, mikor kézzel mostak az emberek, addig öblögettek, míg nem látták azt, hogy ugyanolyan a víz, mint ami belement. Érted?
meg nem habzott természetesen. Most azt mondja, hogy végig csinálsz egy programot, rendesen kiöblöget a gép, utána egy teljes öblítés programot még végig futtatsz benne, és még mindig érezni a vegyszerszagot a ruhán, érted? Még mindig. Tehát ami azt jelenti, hogy két teljes öblögetés garnitúrán végig megy a ruha, és utána van vegyszerszaga. És ha megszárad, akkor lehet, hogy megrázod, akkor még porol is. Érted? Hogyha ha olyan. Érted? Na most onnantól kezdve megnézzük, kipróbáltuk azt is, mikor egészséggel foglalkoztunk, hogy van rajtad egy ruha. Érted? Ezt akkor lehet kipróbálni, mikor pulóvert hordanak az emberek. Tehát mikor ilyen idegebb idővel, mert ugye most mit tudom én, nevet köztessük le az embereket, hogy levegye az ingét vagy a blúzát. Ezt akkor csináltuk, hogy vedd le a pulóvert, előtt tehát megnézzük ugye pulóver nélkül, hogy az illető milyen erős fizikailag. Erre van egy módszer. És utána odaadjuk a saját pulóverét a kezébe, markolja meg az egyik kezével. Várunk vele mondjuk egy percet, hogy annak az energiája áthassa az illetőt, és utána megnézzük ugyanazt az erőpróbát, és az illető sokkal gyengébb. Érted? Tudod mitől? A vegyszertől, persze. A vegyszertől. És ez a pulóver, vagy az a ruha, az rajta van az emberen. Érted? És akkor abban van mondjuk egész nap. És akkor úgy mondom, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. És akkor milyen jó az automata mosógép, mert energiatakarékos, és a régi öreg mosógépek azok sokkal jobban kiölbítették a... Hát most gondold végig, azt mondják, hogy hány litert vizet fogyasztottak, ez meg hány liter vizet fogyaszt. Hát öblögetni talán nem vízzel kell. Hát mivel öblögetünk, ha nem vízzel? Hát hogy jön ki abból a ruhából az a mosószer, ha nincs elég öblögető víz? És akkor ez az energiatakarékos. Érted, hogy kevesebb vizet használ? Hát fogyasszol 20 forinttal több vizet. Ki a szart érdekel, vagy 50 forinttal több vizet? Érted? De öblögesse ki rendesen. Nem? Hát most gondoljátok végig, ez akkora átverések vannak ebben a világban, érted? De akkora átverések. Nem tudsz egy dolgot mondani, amitől jobb hangulatok az emberek. Tehát én ugye még láttam olyan időszakot, hogy ugye a fiataloknak ez egy mese, én nekem nem mese, tények voltak, hogy mitől volt egy nap, amikor régen mostak. Az volt a program a nőknél, hogy mostak. Egy nap. Érted? Egy nap mostak. Ha volt mosókonyha mosókonyhában, ahol nem, akkor még régen a patakba is. Én láttam még olyat, hogy kimentek a patakba, ott volt a háztól nem messze, és ott mostak. Érted? Falun, persze, nem a városba. Persze. Tehát ugye ott kútvíz volt, más víz nem volt, patakban meg volt elég víz. Meg azt is láttam, hogy a Tiszába mostak. Tehát akkor még olyan tiszta volt, hogy lehetett a Tiszába mosni simán. De hát ez egy gyerekkoromban volt. Tehát nem ezt az időszakot sírom vissza, most ne értsük félre. Jó? De hanem azt, hogy például úgy működik, hogy van az embernek egy működése, például itt vannak a vegyszer dolgok, tehát a szervezetben túl sok a vegyszer, akkor ez azt jelenti, hogy méreganyag a vegyszer. Ugye minden vegyszer, ami a szervezetre kerül, az méreg. És akkor utána csodálkoznak az emberek, hogy mérgesek. Hát ott van benne, mérges. Benne van. Mérges, mert mérgek vannak benne. Tehát ott mérges. Tehát mikor festékes vagy, az azt jelenti, hogy festékes vagy. Ha mérges vagy, akkor az azt jelenti, hogy méreg van benne. Érted? Jó? Tehát a szónak ez az értelme, amikor az ember mérges, akkor tudja azt, hogy azért mérges,
mert méreganyagok halmozottak föl a szervezetébe. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol minden téren óriási tudatlanság van, és hát ezt a tudatlanságot meg kellene szüntetni, és erre van nekünk technológiánk, és természetesen egy nagy célunk. Tehát nem akarjuk azt, hogy az elhűlés felé menjen az emberiség. Nem akarjuk. Hanem abban akarjuk segíteni az embereket, hogy ezeken a területeken, a 10 felsorolt területeken tudjanak boldogulni. És az emberek boldogulnak, akkor egy jobb társadalom tud létrejönni. Persze van egy végcélja az, hogy milyen társadalomnak kellene létrejönni, egy olyan társadalomnak, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak együttműködni egymással, és ezt úgy neveznénk akkor, hogy aranykor, és ezt meg kell csinálni. Erre kaptam én egy látomást anno annak idején, hogy ezt meg kell csinálni, azóta kapok ehhez támogatást, ugye a fentiektől, az Istenemtől, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és azért tevékenykedünk, hogy ez létrejöjjön, mert különben van itt egy határidő, az azt jelenti, hogy 2035-ig ezen a bolygón szeretett társadalomnak, azaz aranykornak kellene lenni, és ezt meg kell csinálni. És ebben nagyon langyos víz van itt ezen a bolygón, ha megnézitek. Az emberek valahogy mintha azt gondolnák, hogy ezért vannak. Ezért. Hogy túléljenek, vagy minél több pénzt költsenek, ez az életük értelme. Azt gondolják. Nem az élet, ez nem az élet értelme. Az élet értelme az, hogy az ember, míg él, fejlődjön. Nem testileg fejlődjön, hanem szellemileg fejlődjön. Tehát egyre többet és többet tudjon az élet és az ember működéséről, de mit sem ér az ember, ha egyre többet és többet tud az élet működéséről, hogyha ezt a tudást nem adja át. Tehát mit sem ér azzal a tudással. Tehát ugye minél több embernek átadni, hogy minél több ember egyszerűen megélhesse ezt a 2035-ös időszakot, illetve az időszak után következő részt. 2035, ez egy vízválasztó. Az azt jelenti, hogy azok, akik nem tanulnak, nem fejlődnek, nem válnak etikussá, azok nem léphetnek be az aranykorba. És mi lesz velük? Mennek egy olyan bolygóra, ami nem a Föld. Jó, és akkor nincs technológia, lehet, hogy hála Isten, hogy nincsen, akkor lehet ott élni. Jó? Annyiból jobb lesz a helyzet azon a bolygón egyébként, hogy ott nincs a Föld mélyén, nincsenek gonosz lények. Oké? Itt vannak gonosz lények, akik manipulálnak bizonyos embereket, főleg a hatalomban lévőket manipulálják, azért, mert azokon keresztül akarnak megszerezni ugye a Földet, meg egyéb bolygókat. És ugye gonosz lényekről van szó. Nem emberek ők, hanem annál magasabb szintű hozzánk képes isteni lények. És egy ilyen bolygó van, és ennek a lényeknek köszönhetően van ez a sok minden hülyeség ezen a bolygón. Tehát, hogy ha sikerült elérni, hogy az emberek rossz állapotban legyenek, és az emberi rossz állapot pedig engedi azt, hogy könnyen lehessen az embereket manipulálni. Jó? És a manipulációnak következtében ugye ezt azért csinálják, hogy nem csak a bolygót akarják megszerezni, természetesen meg a naprendszert, stb., hanem az emberi lelkeket akarják megszerezni.
egy alacsony hangulatú ember, egy rossz hangulatú ember, az könnyen befolyásolható, könnyen manipulálható, könnyen megvásárolható a lelke, könnyen megszerezhetnek lelkeket, hiszen lelkeket nem lehet teremteni, az csak egy lény tudta a világegyetembe teremteni a lelkeket, az már ugye nem teremt lelkeket, és itt ugye lélekvadászatról szól a világ, hogy ki mennyi lelket tud megszerezni a saját céljaik megvalósítása érdekében. Tehát azért nem mindegy, hogy jóhoz tartozik valaki, vagy a gonoszhoz tartozik valaki. Tehát ugye az a baj, hogy nem tudom, láttatok-e olyat itt a bolygón, hogy valaki nagyon gonosz volt világ életében, és akkor ugye az élete felén megváltozott és jó lett. Előfordulhat ilyen, de én személyesen ilyennel nem találkoztam, és egyébként meg biztos vannak ilyenek, csak nem sokan. Tehát ami azt jelenti, hogy a gonoszságból nem nagyon van kiút. Tehát a gonosz ember az gonosz marad, az úgy hal meg. Érted? Na most ezt most azért mondtam, hogy értsd ezt a magasabb létformába is, hogy ha valaki gonosz, onnan nincs visszaút. Tehát most mondok példát, jó? Volt egy hatalmas lázadás, ami Lucifer vezetésével, ugye a teremtő ellen. Tehát Lucifert is a teremtő hozta létre közvetlenül, és mégis föllázadt a saját teremtőjével szembe. De a Lucifer azóta se került vissza abba a világba, amiben a lázadás szította. Érted? Nem kerülhetett vissza. És azóta Lucifer a teremtői világból, az isteni világból száműzött. Azóta is. És nem csak ő, hanem a társai is. A társainak a jó része. Oké? Tehát nincs visszaút. Pedig azóta évmilliók teltek el. Érted? A luciferi lázadás óta. Na, jó, körülbelül ennyi fér bele a mai napba, mármint részemről, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt az igazán érdekes bemutató előadást. Hát el lehet képzelni, hogy mik vannak a második részben, hogyha bemutató előadásban nem is érintve mélységeket, ilyen dolgok szoktak kiderülni. Szerintem már is megér egy visszahallgatást. A Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert kerestem egy helyet, ahol kibontakoztathatom magamat, vagy rugalmasan lehet tanulni. Mindegyik benne van, hiszen a képzések visszanézhetők internetről, a weboldalunkról, a bemutatók YouTube-ról is visszanézhetők, felvételről is. Ha tanuló vagy, kapsz hozzá jegyzetet, a weboldalról le tudod tölteni az előadásokat, MP3 és videó formátumban is, ahogy te szeretnéd. Szedlacsik Miklós nem egyedül van, ez az egyik különbség a más előadókhoz képest, hogy a Szedlacsik Miklósnak az az elképzelése, hogy tanítványokat nevel úgymond, vagy képez ki, akik képesek lesznek arra a közeljövőben, amit ő csinál. Tehát nem egy személyben tanácsadó, hanem tanácsadókat nevel, akik majd segíteni tudnak a többi embernek, aki itt szeretne tanulni, és itt akarná képezni saját magát majd a jövőben. És ugye ebben az a célunk, hogy a világnak azt a folyamatát visszafordítsuk, amiben az van, hogy az emberek kevés kivétellel csak magukkal foglalkoznak, vagy a családjukkal, és kifele nem a többiekkel. Én itt ezt tanultam meg, hogy igazából ne csak az legyen a lényeg, hogy én jól éljek, vagy jól érezzem magam,
és körülöttem biztonságban vannak a többiek, akkor az már úgy jó, hanem igenis foglalkozzak emberekkel, akik keresik a kiútat ebből a mocsokból, ami most folyik a Földön. Ebből a nagy megtévesztő játékból, ami folyik az interneten, a világhálón, a hírekkel, az érzelmi befolyásolásokkal, mindenféle manipulációval, ami arra ösztökél téged, hogy tényleg, hogy költsd a pénzt, és ne foglalkozz semmi másra, csak a saját jóléteddel. Hány olyan választ kaptunk már, hogy köszönő, hogy nem kér ebből az egészből, mert ő jól van és jól él. Semmi más nem számít. És a többiek? És a többiek kemmi lesz? És én is voltam ilyen. 2012 környéken kiköltöztünk egy külterületen lévő területre, 4000 négyzetméter, és mondtam a feleségemnek, hogy mi most itt megterveztünk magunknak mindent, a ház nagyon energiatakarékos, le van tojva az egész világ, nem érdekes. És aztán jött Szedlacsik Miklós és a PPH, és mondta, hogy ember ébred már föl, hát bármilyen folyamat elkezdik a Földön, abból te nem tudsz kimaradni, bárhova költözöl, az egész bolygót fogja érinteni. Hányan akarják még mindig az önellátást, és hogy kikerülni ebből a folyamatból? Nem lehet kikerülni a folyamatból. Igazából az országoknak sorsa van, ha te egy országban vagy, abban a sorsban benne vagy. A földnevű bolygónak sorsa van, te abban benne vagy. Ha itt romlásba viszik a bolygót, akkor te is benne leszel a zöldségeiddel, meg a földeddel, meg a házaddal együtt. Nem fogsz tudni bőle kikerülni. Aztán van itt még egy dolog, ami így megfogant a fejembe. Nem olyan régen, hát ugye mi voltunk spirituális irányzatokban, mindenféle tanfolyamra elmentünk, képzésekre. Nagyon tetszett nekem, azt hittem, hogy már mindent tudok. Aztán elkezdtem hallgatni a Szedlacsik Miklós előadásait, és rájöttem, hogy marha jó, hogy mindent tudok, csak nem jól használom. Szinte semmit nem jól használtam, semmit. És ugye vannak, mi keresgélünk üzleti, Facebookos oldalakon embereket és spirituális oldalakon. A spirituális emberek el vannak a maguk kis irányzatában, hogyha avval ők mindent meg tudnak teremteni, és bizonyos mértékben csodavárók, hogy majd ezzel az irányzattal, vagy amit csinálok, avval majd szépen átevészkérkezzen az egészen, ami van. A másik oldalon, az üzleti oldalakon azt tapasztalatom, hogy mindenkit arra ösztönöznek, hogy látod, én marha jól élek, megvan az autóm, megvan a házam, majd vagyonom van, gyere utánam, és ez neked is meg lehet. És akkor az tök jó. És mind a kettő arról szól, hogy én jól legyek már megint. Kis kivétellel. De aki át is akarja adni a tudását, egyedül pár tíz, pár száz embernek tudja elmondani. És nem tud velük foglalkozni egyesével. Nincs meg a rendszer ahhoz, hogy felépüljön az, hogy emberek tudnak majd másokat képezni egy jobb világ érdekében. Ami itt fel van építve. Szó szerint lépésről lépésre. Én már látom, 9 éve itt vagyunk, hogy a Szedlacsik Miklós fejében minden lépés megvan a jövővel kapcsolatban. Na most, ha te egy ilyenben részt akarsz venni, akkor itt a lehetőség rá, vagy lehet még halogatni, amitől egyre rosszabb lesz a világnak. Lehet, hogy neked nem, de majd utána a világ magával húz téged is. Ebbe biztos lehetsz. Még egy darabig evicc kérsz, vagy följe vagy, mert jobb állapotú vagy, vagy jobb anyagi helyzetben, és kibírod ezt az inflációt, és ami történik, de aztán majd egy pár év múlva meglátod, hogy te sem tudsz kimaradni belőle. Ibolya? A párom itt említette, hogy mi most már 9 éve, hogy itt tanulunk, és én nagyon fantasztikus dolog azt, hogy bátran ki tudom azt jelenteni, hogy az életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem itt a tanulást, mert mi, amikor ide jöttünk tanulni, nagyon sokfele voltunk, és valóban azért voltunk sokfele, mert problémáink voltak az életben. Kaptunk jó dolgokat, kaptunk pozitív állításokat, de igazából nem kaptuk meg azt a módszert, amivel megoldjuk a problémáinkat. És én nekem azért is volt hiteles az egész szervezet, Szedlacsik Miklós, mert én igaz 4 hónappal később csatlakoztam, mint a párom, és hallottam a képzések által, hogy ő olyan módszereket ad, amit be tudsz építeni hétköznapi életedben. És itt tapasztaltam meg azt, hogyha én szeretnék változtatni az életemben, akkor ahhoz egyszer kell módszerek, a másik pedig az, hogy kellek hozzá én is. Tehát az biztos, hogy ki kell lépni a komfortzónánkból, és egy
nagyon nagy munka. De én azt láttam, hogyha mi várjuk azt, hogy majd a világ, vagy a politikusaink, hogy megoldják majd az életünket, akkor én ugyanolyan manipulálható ember leszek, mint amit sajnos ma is látunk a társadalom legnagyobb részében. És mint hogy a párom is mondta, a Szedlacsik Miklós, ő azért jött, született le ide, mert ő kapott egy küldetést, hogy elhozza a föld bolygóra az aranykort, és ezt a tudást ő átadja nekünk. És ennél fontosabb dolog a mostani világban nincsen, mint hogy szellemileg fejlődjünk. És a másik pedig az, hogy mindemellett, hogy megkapjuk a tudást, mint amit az első részben is említett, hogy itt megvan hozzá a gyakorlási lehetőség. Mert hogyha az nincs meg, hiába, mint mi is rengeteg helyen voltunk, könyveket olvastunk, de nem volt, hol használjuk, kezdjük el ezt gyakorolni. Nem volt, nem tudtuk. És ezért nem is volt, rájöttünk utána a párommal, hogy ezért nem is volt változás az életünkben, mert nem tudtuk gyakorolni. És ezt itt mind meg lehet kapni. Amikor ide jöttünk igazából tanulni, akkor mi ezt nem is gondoltuk, hogy mennyi minden lehetőség van itt ebben az iskolában. Mert mi azt gondoltuk, hogy jövünk és tanulunk. Aztán, ahogy tanultunk, persze fejlődtünk, és kaptuk a megoldásokat, akkor azt mondtuk, hogy ezt valóban tovább kell adni. És mi ezt így beszéltünk embereknek róla, és ebben is szépen az embernek tud csapata lenni. És a másik dolog pedig, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy Szedlacsik Miklós egy olyan tandíjat hozott meg az iskolán belül, ami megfizethető. Tehát ő azért hozta ezt a tandíjat, hogy bárki, tehát én azt mondom, hogy ezt az összeg, amit van, bárki meg tudja fizetni, hogyha ő azt látja, hogy valóban szükség van a szellemi fejlődésre. Ez úgy van, hogy első hónap 19.700 forint, és a második hónaptól pedig 12.500 forint a havi tandíj. A körforgáson mennek a képzések, tehát itt bármikor be tudsz csatlakozni, nem maradsz le semmiről, nem vagy egyedül, kapsz egy segítőt, egy vezetőt, akitől kérdezhetsz bármilyen probléma fennáll neked. Ha a vezető nem tud segíteni, akkor nekünk mindig itt van Szedlacsik Miklós, aki mindenben tud nekünk segíteni. Azt hiszem nagyjából most így elmondtunk mindent. Ha egy kicsit tovább tekersz, akkor megnézem, mi van még itt lemaradva, amit el kell mondani. Hát igen, mindenkinek jó döntést kívánok, ezt még nem mondtuk el. Ne sokat gondolkozz, gyere és próbáld ki a tanulást. 3 hónap próbaidőt adjál magadnak legalább, elég csekély összeg ez is, mert egyszerűen nem látsz bele a rendszerbe, annyira átfogó az összes téma, érdemes eljönni élőben, ha megteheted. Ezt akartam, hogy ide az irodába, az irodába bármikor, tehát a szerda és vasárnapi napokon vannak a képzések, el lehet jönni, és meg lehet nézni, hogy milyen közösség is van itt a Szedlacsik Miklós, valóban ilyen csodálatos mester, és te magad győződj meg róla. Nem az, hogy mit hallasz, mit olvasol, hanem gyere el és győződj meg, hogy valóban, hogy is működik ez az iskola, miről is szól. Adjál magadnak lehetőséget arra, hogy bebizonyodjál róla, hogy egy nagyon jó helyre jössz, és kezded el a tanulást. Most 30 perc szünet fog következni, utána kezdődik a második rész. Az újaknak mondom, hogy ilyenkor ugye ki kell lépni a díjmentesből és átmenni a jelenhavi élő coach képzésre. A 30 perc szünet az azt jelenti, hogy 19.55-kor fogjuk folytatni. Köszönjük szépen, szeretünk benneteket, sziasztok! Szépen.